a mi segítségünk és a mi ünnepi lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, kezdjük el a mi istentiszteletünket, és énekeljük el a 151. számú énekünket, úgy, ahogyan mindig szoktuk. Uram Isten, siess minket megsegíteni! Igen, Urunk, azért vagyunk itt, hogy a Te jó téteményeidet rajtunk megszaporítsd. Pedig annyi sok jóban van részünk szakadatlanul, és még mégis mindig újra többet kérünk. Most a legnagyobbat kérjük, Téged magadat. Azt tudunk, hogy amikor a Szent Írásból az ígét halljuk, hadd váljék az, ami számunkra a Te szent élő beszédetté. A Te neved dicsőségére. Amen. Testvérek, Istennek az az ígéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném most hirdetni közöttetek. Írva található a Máté evangélium 16. részének a 26. versében a következőképpen. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéjén? Eddig a szent. Kedves testvéreim, a mi magyar nyelvünkben van egy érdekes szólásmód. Amikor azt szoktuk mondani beszélgetés közben, hogy de ez nem szentírás, amit most mondok. Olyankor szoktuk ezt mondani, amikor valami tanácsot adunk valakinek, vagy valami véleményt nyilvánítunk valamiről, de magunk is tudjuk, hogy ez lehet, hogy nem egészen így van, és a másik számára nyitva tartjuk a lehetőséget, hogy ám döntse el, ám mérlegelje ő maga is, hogy mennyit fogad el belőle, akkor mondjuk, hogy ez nem szentírás. Tehát, mint egy nem abszolút érvényű. Nem muszáj okvetlenül elfogadni. Én így gondolom, de ez nem szentírás. Most, kedves testvérek, amit Jézusnak a szavaiból mostan az elét felolvastam, az ige, az szentírás. Jézusnak néha nagyon meghökkentő szavai vannak. De akármilyen meghökkentő és akármilyen furcsa is Jézusnak néha egy-egy szava, halálosan, komolyan mondja azt, amit mond. Jézusnak a szavában soha nincsen szónoki dísz. Soha nem túloz el valamit. Azért, hogy érdekesebbé tegye, tetszetősebbé tegye azt, amit éppen mondani akar. Hanem ő mindig pontosan ugyanúgy gondolja, ahogyan mondja. Például amikor azt mondja, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bemenni a mennyeknek országába. Vagy amikor azt mondja Jézus, hogy néktek még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Nehogy azt gondolja valaki, hogy ez túlzás. Ez nem túlzás, testvérek. Ez maga az abszolút igazság. Ez így van. Ahogyan Jézus mondja, sose játszott a szavaiban.
S ugyanígy ez az íge is, amit mostan felolvastam, ilyen halálosan komoly érvényű, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyerés, de az ő lelkében kárt van. Micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéjé. És ezt most Jézus nem azért mondja így, hogy valami nagyot mondjon általa. Olyan nagyot, amiből még le lehet alkudni egy kicsit, és még akkor mindig marad belőle, mert mi ugye úgy szoktuk, hogy amikor valamit nagyon rá akarunk kötni a másiknak a lelkére, akkor valami nagyot mondunk. Mert tudjuk, hogy a másik úgy is lealkuszik belőle valamit, hát maradjon még legalább valami belőle. Nos, Jézus nem így mondja, hogy valami nagyot mondjon. Jézus más szemmel látja a világot, az életet, a mi értékünket, mint ahogyan mindenki más ezen a világon isteni szemmel látja, örökké valóság szempontjából látja. Tehát egyedül ő látja helyesen és tökéletesen. És ő tudja, hogy az emberi lélek többet ér, mint az egész világ. Valahogy olyan formán van, testvérek, mint hogyha egy mérleget tartana Jézus a kezében, és az egyik oldalon ott van a világ. Az egész világ, minden korlátozás nélkül. És a másik oldalon pedig ott van az emberi lélek. Nem minden lélek, egyetlen egy emberi lélek. Talán az én lelkem, talán a te lelked, talán annak a lelke, akire éppen haragszol. És most azt mondja Jézus, mit gondoltok? Melyik ér többet? Melyik a drágább? Az egész világ, vagy ez az egyetlen kicsinyke kis lélek? Sőt, még csak nem is az egész lélekről van szó az ígében, hanem annak a léleknek csak egy kicsi káráról, csak egy kis megkarcolásáról, mint amikor egy szép üvegkristály vázán egy kis alig látható repedés támad, amitől még ott maradhat tovább a szobában és díszítheti a szobát, de megrepett. És Jézus azt mondja, hogy egy ilyen kicsi repedés az emberi lelken nagyobb kárt jelent, mint bárminek az elvesztése, mint akár az egész világnak az elvesztése. Megdöbbentő. De Jézus nem csak a szavaival, hanem az életével is megerősítette ezt az igazságot. Gondoljatok például az ő megkísértésének a történetére. A sátán csak egy egészen picike kis helyet kért Jézusnak a lelkében. Csak annyit, hogy változtassa át a köveket kenyerekké. Igazán csekélység, nem nagy dolog. Módja is lett volna, hatalma is lett volna rá Jézusnak. És teljesen érthető az, amikor egy éhes ember, aki már 30 nap óta nem evett semmit, mindent elkövet, minden tőle telhetőt elkövet, hogy végre valahára ételhez jusson, pláne ha a módja is megvolna rá. De ez a kicsi csoda nem szolgálta volna közvetlenül az Istennek a dicsőségét, hanem Jézusnak az egyéni hasznát. Tehát egy kicsi eltérést jelentett volna attól az úttól, ami Jézusnak járnia kellett, az ő hivatásának az útjától. Egy alig látható picike kis repedést jelentett volna a lelkén. És ezért utasítja olyan határozottan el Jézus, hogy nem, semmiképpen nem. Vagy amikor a kísértő, a sátáni kísértés fölajánlja Jézusnak az egész világot, emlékeztek rá. Tehát a világi hatalmat a szolgáló alázat helye. A világi gyönyörök élvezetét a szenvedve való engedelmesség helye. Akkor Jézus a lehető legkeményebben elűzi magától ezt a kísértő gondolatot, mint egy rákiált, hogy távozz tőlem, sátán. Nézzétek, testvérek, ez is azt mutatja, hogy ha a kísértőnek, a sátáni kísértésnek olyan nagyon drága az a lélek, hogy az egész világot hajlandó fölajánlani érette, akkor az a lélek, ami te benned is van, meg én bennem is van, az többet ér, mint az érte fölkínált ár. Mert senki nem akar rossz üzletet kínálni. Azután még egyszer
Jézus élete folyamán megpróbált kárt tenni Jézusnak a lelkén a sátáni kísértés, amikor Jézus a saját szenvedéseiről beszélt, emlékeztek rá, és azt mondotta, hogy szükség az ember fiának a főpapok kezébe adatni, és megcsúfoltatni, és megöletni, akkor Péter, mint egy elébe állt a maga kedves emberi aggodalmaskodásával, és azt mondotta, hogy mentsen Isten Uram, nem esetik ez meg te veled. És akkor a Péter szavaiban megszólaló kísértés űzte el magától Jézus ezekkel a szavakkal. Távozz tőlem, sátán, bántásomra vagy nékem. Tehát nézzétek, testvérek, csak egy hajszálnyi picike kis kísértő gondolat, amivel a szemben az ember nem veszi föl rögtön a harcot, amit megtűr az ember magában. Tehát egyszerűen csak annyi, hogy a könnyebb megoldást választom. Egyszerűen csak annyi, hogy nem vállalom a szolgálatommal járó kockázatot és szenvedést, mert az túl nehéz nekem. Egyszerűen csak annyi, hogy tudom, hogy mi lenne most az Istennek az útja, de ez nagyon nehéz a számomra, most egy kicsit mellé lépek ennek az útnak. És már is az az üvegharang, amelyik olyan szépen csengett, vékonyan megredett. A lélek kárt vall. És amikor egy üvegharang megreped, amikor repedés van rajta, akkor soha többé nem szól úgy, ahogyan az ember, olyan tisztán és olyan szépen. Értjük már, miért mondja Jézus, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyerés, de a lelkén valami kár történik, valami repedés, valami karcolás történik. Jézus nagyon jól tudja, hogy a legnagyobb veszteség a lelki veszteség. A legnagyobb veszteség az, amikor valaki a lelkében kárt van. Nézzétek, ha valaki elveszi a pénzét vagy a vagyonát, kétségtelenül nagyon nagy veszteség. Ha valaki elveszíti az egészségét, nagyon sokat veszített. Ha valaki elveszi a hitves társát vagy a gyermekét, akit nagyon szeretett, mérhetetlenül sokat veszített. De ha valaki elveszi a lelkét, az mindent elveszi. Ezért mit használ az embernek, ha akár az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kár van? Micsoda hát az a világ, meg az a lélek, amiről Jézus beszél? Amikor azt mondom, testvérek, hogy világ, akkor ne rögtön valami rosszra gondoljunk. Mi mindig, amikor a világot értjük, egyházi nyelven mindig azt gondoljuk, hogy ja igen, az a bűnös világ. Nos nem, nem csak az a bűnös világ, az is. De ne rögtön valami rosszra gondoljunk. A világban nagyon sok jó dolog is van. Csak hogy a világ gyűjtő szava alá tartozik mindaz, ami egyszer elmúlik. Például a barátság. A barátság. Nagyon jó dolog és nagyon szép dolog lehet a barátság. De az is elmúlik egyszer. Vagy például a szerelmi boldogság. Nagyon szép és nagyon nagy ajándéka lehet az Istennek. De egyszer az is elmúlik. Vagy akár a pénz, vagy a jólét. Nagyszerű dolog, hogyha van, de az is elmúlik. Az is elhagyja az embert egyszer. Vagy például a technikának mindenféle vívmánya, kitűnő dolgok ezek. Milyen jó, hogy van autó, meg van televízió, és van repülőgép, és van elektronikus számológép, és mosógép, és sok mindenféle más, ami megkönnyíti az életet a számunkra ezen a földön. De ezek mind mulandó javak, és van egy határ, a halál, amelyen át semmit nem vihetünk belőle magunkkal. Tehát ez a világ. Most ezzel szemben a lélek az, ami megmarad, aminek örökkévaló jelentősége van. Az életünknek az a része, amelyik akkor is megmarad, amikor már minden más egyéb elmúlt. A lélek az a titokzatos valami itten bennünk, ami ezt a 60-70-80 kilónyi hús, vér, izom, csont, halmaszt élő személyé teszi. Mégpedig Isten előtti felelősséget tudatában élő személyé teszi.
A lélek az a valami, aminek a révén te nem valami vagy, hanem valaki. Személy. Személyiség. Mégpedig Istennek felelősséggel tartozó ember. Ez a lélek. Éppen azokkal a dolgokkal tartozol felelősséggel, amelyek elmúlnak. Tehát az autóval, a televízióval, a szerelemmel, a barátsággal, a világgal, amit a világban megnyertél, mindezekkel a dolgokkal felelősséggel tartozó ember. Meg a régen elfelejtett szavaiddal, meg a régen elfelejtett cselekedeteiddel felelősséggel tartozó ember. Tehát ez a felelősség tudattal bíró személy, személyiség, ez az, ami megmarad. Ez a lélek. Na már most így halljátok, amikor Jézus azt mondja, hogy mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, de az ő lelkében kárt van. Szeretném nagyon hangsúlyozni, semmiképpen nem azt jelenti ez, hogy most már tehát mondjunk le az egész világról. Vagy a világnak olyan javairól, ami az életünket kellemesebbé, könnyebbé teszi ezen a földön. Sőt, még csak azt se jelenti, hogy ne igyekezzünk megnyerni az egész világot. De igenis, igyekezzünk megnyerni. Parancsunk van rá. Hajtsátok uralmatok alá a földet. Tehát igenis, igyekezzünk megnyerni az egész világot. Nem baj az, ha valakinek autója van. Nagyon jó dolog. Nem baj az, hogyha valakinek módja és lehetősége van egy szép külföldi utazást megtenni. Nem baj az, hogyha valakinek szép teste van, szépsége van. Nem baj az, hogyha kellemes, szépen be tudja rendezni a lakását. Egyáltalán nem baj az, hogyha kedves társaságban, barátok között vidáman szórakozik valaki. Nem baj, jól teszi, csinálja, nyerjétek meg az egész világot. De soha se csodás a révén, ami ára. Soha se úgy, hogy közben a lélek megkarcolódjék, vagy összetörjék, tehát hogy kárt szenvedjen. Mondjuk így, soha se a lelkünk békessége és az Istennel való jó viszonynak a kockáztatásával. Úgy soha se. Azt mondja Jézus, hogy lélekben kárt vall. Mit jelent ez? Egészen egyszerű, picike kis példákat hadd próbáljak elmondani a mindennapi életből. Például van egy család. A tagjai szerették a templomot, szerették az Isten ígéjét, szerették az Úr vacsoráját. Azután egyszer sikerült nekik összegyűjteni a pénzt egy autóra. Ez nem baj, ez nagyon jó dolog. Én is együtt örvendeztem velük, amikor sikerült megszerezni az autót. De most vasárnapokon templom helyett mindig valahová kirándulni mennek az autójukkal az egész család. Ne értsetek félve, világ is azt akarom mondani, hogy csak az lehet jó keresztény, aki minden vasárnap itt ül a templomba. Sajnos ennek az ellenkezőjét nagyon sokszor tapasztaltuk már. De kétségtelen tény, hogy aki rendszeresen elmarad a gyülekezet és az Isten nagy közös találkozási alkalmairól, észrevétlenül előbb-utóbb kárt szenved az ő lelkében. Vagy például ott van a televízió. Nagyszerű dolog a televízió a családban. De hogyha a családnak a tagjai mindig a televíziót nézik, a programot nézik, amikor végre együtt lehetnének egymással az egész napi munka után, és szótlanul ülnek ottan egymás mellett, és ha valamelyik megszólal is rögtön leintik, hogy pszt, ne beszélj, és lassan-lassan már egészen leszoknak arról, hogy egymással beszélgessenek, hogy az apa a fiával, az anya a leányával beszélgethessenek, hiszen nincsen idő rá, lefoglalja az idejüket a televíziói program nézése, akkor ott már az egész családi élet lelke kárt szenved. Vagy például egyáltalán nem baj az, ha valakinek pénze van. Jó dolog az, ha valakinek pénze van. És addig sosincs baj, amíg valakinek a pénze a zsebében van, és nem a szívében.
mindig ott kezdődik a lelki kár, amikor a pénzünket akár van, akár nincs, nem a zsebünkben hordjuk, hanem a szívünkben hordjuk. És ez mindig lelki károsodással jár. De vannak persze sokkal súlyosabb esetek is. Egy mindennapi példát hadd mondjak el éppen a Bibliából. Egy közismert példát. Dávid király, Istennek kedves, kiválasztott gyermeke és nagyon áldott szolgája volt. Egyszer azután az történt vele, ami olyan nagyon sok más emberben is megtörténik, hogy egy idegen asszony a más felesége szépségének az igézete alá kerül. És a föllobbanó szenvedélyt nem nyomta el, vagy nem vetette ki kellő időben a lelkéből, nem bírt ellentállni neki, annyira elhatalmasodott rajta. És nem bírt nyugodni addig, amíg meg nem szerzi magának azt az asszonyt. És végül megszerzte. Elérte végre a vágyva várt szerelmi boldogságot. De mit vesztett által? Hallgassátok csak, hogy hogyan keserek. Azt mondja, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Vajon megéri az a boldogság azt, hogy az ember elveszíti a szíve tisztaságát, meg a lelke erejét, meg az Isten orcája előtt való megállásnak a békességét, meg az Isten szent lelkét, meg az örömöt, a tiszta örömöt, a kegyelemnek az örömét, meg az engedelmességnek a készségét és a lehetőségét. Kérdezzétek meg Dávidot. Meg kérdezzétek meg a mai Dávidokat. Érdemes-e egyetlen becsabáért, akármilyen becsabáért, ekkora kárt szenvedni lélekben? Ma az egész emberiséget ez a veszedelem fenyegeti. Hogy miközben egyre jobban megnyeri a világot, egyre többet veszít lélekben, egyre több kárt szenved lélekben. Nézzétek, meghódítottuk az eget, de elvesztettük a mennyországot. Egyre hatalmasabb gépi erőt produkálunk, és egyre többet veszítünk a lelki erőnkből. Kimondhatatlan hatalom birtokába jutottunk az atomtitok fölfedezése által, és bizonytalanná és félelmetessé tettük a magunk számára az egész földi életet. És most különösen ezen a mai vasárnapon, amikor szerte az egész országban minden templomban a hiroshimai atombomba rettenetéről történik megemlékezés, különös nagy aktualitása van Jézus szavainak. Megrendítő aktualitása. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? De az ő lelkében kárt van. Testvérek, újra hadd hangsúlyozzam, nem az atombombában van a hiba. Nem. Nem a repülőgépben, nem a gépekben, és nem a szerelemben, és nem a barátságban, tehát nem a világban van a hiba, mert amint mondtam, a világban van nagyon sok jó dolog is, és sok közömbös dolog is. A lélekben van a hiba. Az emberi lélekben. Abban van a hiba, hogy mi emberek nem törődünk se a magunk lelkének, se a mások lelkének a kárával. Pedig lehetne ám azt a bizonyos világot úgy is használni, és úgy is élni vele, hogy ne legyen belőle lelki károsodás. Úgy is lehetséges. És épp ez lenne a mi feladatunk, hogy úgy éljünk vele. De nekünk minden fontosabb, mint az a bizonyos lélek. Hallatlan, könnyelműen bánunk mindnyájan a lelkünkkel. Egy ilyen kristályvázát, vagy egy drágább kristályvázát, mint ez, hogyha rábíznék valamelyikőtökre, hogy vigye el valahová télen,
ugye nem vegyülne bele a tolongásba, és nem menne el csúszkálni a jégen vele, mert félne, hogy jaj, elesem is, és akkor mi lesz ezzel a vázával? Mi ennél a kristály vázánál sokkal nagyobb értéket hordunk magunkban, a lelkünket. És mi csúszkál. És mi síkos helyeken járunk. És eszünkbe sincs törődni azzal, hogy most mi lesz ezzel a lélekkel. És így azután a lelkünknek az ereje egyre jobban fogy. És az üvegharangnak az a szép hangja, amíg olyan kristály tisztán csengene, ha épp volna, egyre fakóbbá válik. És a repedés egyre mélyebben hatol benne. Aztán az ember egyszerre észreveszi, hogy már nem kap feleletet az imádságaira. És békételenné és nyugtalanná kezd válni a szíve. És elveszti azt, ami a legdrágább. Az örök élet. Mert erről van szó, testvér. Pedig egyszer minden elhagy, de minden. Amit ebből a világból olyan görcsösen igyekeztünk megnyerni, és semmi más nem minden nélkül, amit megnyertem ebből a világból. Egyedül, csupaszon, én. Egy nyomorult, kárvallott lélek. És akkor éreztem át a hallatlan, megrendítő erejét ennek az ígének. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyerés, de az ő lelkében kárt van? Micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Igen, testvér, micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Hát micsoda váltságot adhat? Mit nem adott volna Dávid? Mit nem adna egy fiatal leány az elvesztett tisztaságáért? Mit nem adna egy a szerelmi kábulatból már kiózanodott férfi azért, hogy a felesége újra higgyen neki, és a gyerekei újra becsülni tudják? Mit nem adna? Mit nem adna az ember az eljátszott becsületéért, vagy az eltékozolt egészségéért? Tehát mit adhatna? Hát semmije nincs, csak egy nyomorult, kárvallott lelke. Ez az egyetlen, ami igazán az övé. És kinek kell az? Nos, atyám, fiai, van valaki, akinek éppen ez kell. Egy ilyen kárhallott lélek. Egy ilyen megrepett lélek, egy ilyen összetört lélek. Éppen ez kell neki. Van valaki, aki hihetetlen árat fizet egy-egy ilyen lélekért, csak hogy megszerezze az önmaga számára egészen. Ugye tudjátok, hogy ki ez a valaki? Aki ennyire vágyódik a kárvallott lelkek után. Ez a valaki maga az Úr Isten. Hallottátok? Nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága vére, mint hibátlan és szeplőtlen bárányé, a Krisztusé. Atyám, fiai, ez is szentírás. Ez is abszolút érvényű igazság. Ez se túlzás, ez is igaz. Lehet, hogy bolondságnak látszik, mert bolondságnak látszik, valljuk meg őszintén. De az Isten mégis hihetetlen árat fizetett a te lelkedért, meg az én lelkemért. A Jézus életét. És ezért most még sokkal drágább a lelkünk. Jézusnak a szent élete az ára a mi lelkünknek. És tudjátok, az a csodálatos, hogy aki azután ezt az összetölt, vagy össze-vissza karmolódott, és repedezett lelkét, hajlandó oda is adni annak, aki azt megvásárolta a Krisztus vére árán, az egyszerre csodálatos örvendezéssel azt tapasztalja, hogy az a drága, kegyelmes isteni kész ki is tudja javítani a károkat. El tudja tüntetni a repedéseket, meg mindenféle más baj, úgyhogy az üvegharang megint ég lesz. És a hangja tisztán szól.
és boldogan csendül. Igen, testvérek, Jézus a te lelkedért meg az én lelkemért vállalta a keresztfát. Ezért most még sokkal komolyabban kell vennünk a magunk lelkét, meg a másik embernek a lelkét, hogy jaj, kár ne okozzunk benne, és többre értékelnünk, mint az egész világot. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val. Ez szentírás. Ez nem túlzás. Ez így van. Ez az abszolút igazság. Elhiszed-e Jézusnak? Ha elhiszed, akkor majd mindig fogod tudni, hogy mit kell cselekedned. Amen. Válaszoljunk az ígére, testvérek, a 426. számú ének első versével. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok. Mindenem vagy árva lettem, honnya vesztett szív vagyok. Vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már bennem vak remény, mégis gazdag úr maradtam, Isten és a menny enyém. 426. számú ének első verse. Jóságért és kegyelemért, amit most az ígéden keresztül is meghallottunk, akármennyire lesújtó is a számunkra, akármennyire úgy érezzük is, hogy minden szava ítéletet jelent az életünk fölött, mert hiszen egyetlen egy olyan lélek sincs itt, amelyiknek ne lenne valamilyen kára, amelyen ne lenne valami repedés, valami törés, sőt, Urunk, jóformán csak a cserepeket tudjuk idehozni elében. És mégis azt köszönjük, hogy idehozhatjuk. Mégis azt köszönjük, Urunk, hogy a te szavad sohasem az ítéletben fejeződik be, hanem mindig a kegyelemnek a hirdetésében. És amíg te ezt a kegyelmet hirdeted, Urunk, azt kérjük tőled, addig adj nékünk elég erőt és elég bölcsességet arra, hogy megfogadjuk a te szavadat. Valóban összetört lelkű emberek vagyunk mindnyájan. A világnak a megnyerése közben elfeledkeztünk arról, hogy mennyi kárt szenvedünk a lelkinek. De Urunk, kérjük téged, fogadd el. Köszönjük, hogy neked kell, neked ez is kell, sőt, neked ez kell igazán. Köszönjük azt az árat, amit érettünk fizettél. Vésd bele mélyen a lelkünkbe, Urunk, hogy mibe került a mi életünk tenéket, hogy sokkal jobban tudjuk becsülni magunkat, a te szemeddel mérve, a te mértékeddel, meg a másik embert, a te szemeddel, a te mértékeddel, azt, akire eddig haragudtunk, vagy akire eddig görbén néztünk, hadd lássuk meg benne is, Urunk, a lelket, azt, ami megmaradt, a te előtted való felelősséget, tudatában élő személyiséget, még ha nem él is ebben a tudatban. Ó, Úristen, te de áldottál, így a mi életünket. A te neved dicsőségét. Köszönjük néked oltalmadat, kegyelmedet, irgalmadat,
rád bízzuk magunkat, meg a szeretteinket, közelben és távolban. Rád bízzuk, Úristen, a betegeinket. Könyörgünk a gyászolókért. Könyörgünk, Urunk, minden szenvedőért, minden nyomorúságban lévőért. Könyörgünk minden összetört lélekért, akár az élet súlya alatt törött össze, akár pedig a bűneinek a súlya alatt. Mindenképpen, Urunk, Te vagy az egyetlen segítség. Mindnyájunk számára. Amen. Mindeneket után Istennek, minden áldjon meg Téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Kívánok és amely az Úr az ő országát, Te rajtad, és könyörgünk, Úr, Te rajtad. Fordítsa az Úr az ő országát, Te rajtad, és adjon Te békességet. Ami Urunk Jézus által. Amen.